A hét legfejlettebb ipari ország külügyminiszterei eltökéltek az Oroszország elleni szankciók fokozásában, derült ki a Japánban tartott találkozójuk után kiadott keddi közös nyilatkozatukból. A háromnapos zavai tanácskozáson Nagy-Britannia, Kanada, Franciaország, Németország, Olaszország, Japán és az Egyesült Államok vezető diplomatái követelték az orosz erők azonnali, feltétel nélküli kivonását az ukrán területekről. Mint fogalmaztak, szembeszállnak azzal, hogy Moszkva elkerülje az ellene hozott szankciókat, és figyelmeztetik Oroszország háborús erőfeszítéseinek külső támogatóit is. Iránt kifejezetten felszólították arra, hogy állítsa le az orosz hadsereg támogatását, egyebek között a kamikaze drónok eladását Moszkvának. A külügyminiszterek elfogadhatatlannak tartják, hogy Oroszország azzal fenyegetőzik, hogy atomfegyvert telepít Fehér Oroszországba. A diplomaták felszólították a világ vezető tisztségviselőit és a fiatal generáció képviselőit a II. világháborúban atomtámadás áldozatául esett Hiroshima és Nagasaki meglátogatására, továbbá síkra szálltak az atomfegyvermentes világ, mint végső cél létrehozása mellett.